Valahogy nem jól játsszuk az élet színdarabot. Mi nem nézzük azt, hogy belülről mi az, ami a leginkább a békét képes adni. Mi nem azt nézzük. Mi azt nézzük, hogy mi érvényesüljünk, hogy mi megmutassuk, hogy mi igenis milyen jók vagyunk, milyen törődőek vagyunk, milyen akármilyenek vagyunk. És ezzel tulajdonképpen uralni akarjuk a környezetünket. És ez az uralkodási vágy, ez semmi másból nem jön, mint a mi egocentrikus gondolkodásunkból. Abból, hogy én vagyok a központ. De a központ nem én vagyok. A központ valaki más. Valami egész más. Mi pedig ennek az vélt központnak élünk, és ez szerint gondolkodunk. És ez a gondolkodás hozza létre azokat a helyzeteket, amelyektől mi aztán nem tudunk boldogak lenni, amelyektől gyakorlatilag szenvedünk. Az emberi életben, vagy a létben, vagy az emberi lényben inkább, mondjuk úgy, van egy törvény. És ez a törvény azt mondja, hogy ami bent, az kint. Ami bennem van, az létrejön kívül. Ez már láthatod akkor is, mikor egy ember reagál valamire. Valami történik, és reagál. Ha jó történik, nevet, mosolyog, kacag, vidám, és az kimutatja. Belül van ez a reakció, és kimondja, kimutatja. Ugyanakkor lehet, hogy toporzékol, üvöl, tépje a haját, mert az van belül. Ami belül van, azt te megmutatod kifele. Ez egy félig tudatos, vagy nem tudatos, többnyire nem tudatos, ezt így spontán éljük. Akkor is, ha valaki meg se szólal, de valamiért borzasztó dühös rád, te mellette érzed, hogy a levegő lefagyott. Te nem kell láss semmit, nem hallasz semmit, az az ember meg se szólal, lehet felét se néz, de te érzed, hogy ő borzasztó dühös. Ha te valakinél vagy, és ő nem lát téged szívesen, de kényszerből eltűr, mert hát már ott vagy, azt érzed. A másikból érzed, akármilyen kedvesen beszél, vagy teszi magát, vagy akár. Ezeket mi közöljük. Ő benne van az elutasítás irántad, és te azt érzed. Egész finom síkon lehet, hogy nem érzed meg. Ha ő nagyon jól játssza azt a szerepet, meg sem érzed. De mi egymással mindig közölünk valamit. Ez, amit megérzünk, és nyilvánvaló, ezt csak példának hozom föl. Hogy lásd, hogy ami bennünk van, az mi állandóan közöljük másokkal. Ha te jó formában vagy, máma, és mondjuk jó lábbal, jobb lábbal keltél fel reggel, és süt is a nap, meg május is van, minden pezseg, vidám, és a te életerőd is pezseg, és minden a legjobban van. Te aznap elintézel olyan dolgokat, megoldasz olyan dolgokat, amit évekig nem tudtál megcsinálni. És azt mondod, hú, ma szuper napom van. Még ő is kedves volt, meg ő is megtette, meg minden, meg maguktól jöttek az emberek, hogy tegyék meg. Ha pedig bal lábbal kezd föl, mert ugye november vége van, ködös idő, rossz hangulat, benned is minden rossz, mint csak arra gondolsz, ami rosszak történtek, és azokba beleakadsz, aznap mindent elrontasz. A munkahelyen, a családban, a mindenhol. Alig jelensz meg, már veszekedsz. Alig találkozol a kedvessel, már belékötsz. Mintha ő volna hibás, azért, ami benned van. Mert ezt
amit mi hordozunk belül, azt mi kifele kiadjuk. Akkor is, ha másik tudja, vagy nem tudja. De most figyeld meg, ha te mindig jobb lábbal kelnél föl, és te mindig magadba egy ilyen állapotot hordoznál, ahol téged nem érdekel, ha valami negatív, az nem számít. Mert te aznap csak rózsaszínbe látsz. Ha minden nap ezt meg tudnád tenni, volna problémád az életben? Nem. Tehát te vagy a felelős. Te vagy a felelős azért, hogy téged a világ nem fogad el, téged nem szeretnek, valaki elutasít, és így tovább, és így tovább. Miért? Mert megvan benned a mag. Mert te elutasítod magad, mert te magadot nem tartod szeretetre méltónak, mert valamiért szidod magad. Nem is gondolod, hogy ezekkel a dolgokkal te mit váltasz ki más emberekbe. Tehát ami bennünk van, azt nekünk jön. Bennünk egy állandó folyamat van. Bennünk egy állandó koncert van. Dallamok mennek, rossz, csúnya, kedves, édes, vegyesen. Egy kaotikus dallam folyik, mert mi ezt tudatosan nem akarjuk befolyásolni. Nekünk arra nincs időnk, hogy magunkkal foglalkozz. Nekünk a világgal kell foglalkozni. De nem volna jobb a világgal úgy foglalkozni, hogy te csak mosolyogsz, és ők megteszik, amit kell, és jól teszik meg. Erre, ami benned folyik, erre a dallamra, erre a hangra, vagy hangzavarra, mindig jön a vízhang. Olyan, mint a vízhang. Hé! Mindenkitől valami visszajön beléd. És mindenki válaszol neked arra, amivel te máma bementél az irodába. Vagy ha az irodából hazamentél. És amikor te ki vagy, akkor mindenki ki lesz körülötted. Mert te azt viszed. Most mitől vagyok én ki? Attól vagyok ki, hogy a főnök máma ki volt. És ő ki volt, és úgy jött ide, és mindenkibe belekötött, és belém is, pedig én a lelkemet is kiadtam. Ezért engem egy rossz ért. Egy igazságtalan rossz. Ettől én ki leszek. Nem tudom lenyelni. Akkor megalkotom a saját zenémet, amivel én aztán szétszórom, amit a főnöktől kaptam. A rosszból egy rosszat hozok létre bent. A belső rosszamból egy rosszat hozok létre kint. Az pedig, ahogy visszaszólt, akkor megint kapok egy rosszat. És ez folytatódik. És ez megy körbe, és körbe, és körbe. Ezt nevezem én ördögi körnek. Az értelmünk beleesik egy csapdába. Milyen a csapda? Kiteszed a csapdát, szegény állat belelép, megfogja a lábát, és ott vergődik. Így élünk mi? Egy ilyen csapdában. És azért élünk a csapdában, mert ezt az ördögi kört valahol nem tudjuk kivágni, kiszabadulni belőle. Mert mindig kapjuk újra rosszat. Hát a világ nem jó, hát a világ rossz. Gunagra, te itt a szépeket prédikálod, de nézd meg, milyen a világ. Hát ebben nem lehet jó lenni. És igaza van. A világ ilyen, de abban lehet jó lenni, azt mondom én. Mert ebből az ördögi körből ki tudsz menni. Van egy kiárat. Egyetlen egy hely, ahol ki tudsz menni, te magadba. A főnök hangulatát, amit elrontott a felesége, vagy ő maga, vagy akárki, azt te nem tudod megváltoztatni. Az nincs a te hatalmadba. A te hatalmadba az van, amit te alkotsz. Amit te komponálsz, az a tied. Ott te vagy a szerző. Ott te vagy a teremtő, és magadban mit teremtesz?
hogy figyelsz reggel, hogy vajon jobb lábbal kell ki, vagy bal lábbal essél ki az ágyból, az a te hatáskörödben van. Vagyis, ami rossz megtörténik velem, arra én el tudom dönteni szabad akaratból, hogy hogy reagálok. Most, ha a főnök támadott, akkor két lehetőség van. Vagy a főnök támadását semmibe veszem, mert azt mondom, ő egy szúnyog, én meg az elefánt. Tehát engem nem érhet. Vagy pedig azt mondom, hú, szegény, hát ezt az embert máma jobban kell szeressem. És elképzelem, hogy milyen kedves szokott ő lenni. Máma, milyen szép ing van rajta, meg szép az oknia. Valami pozitívat gondolok róla, és nem megyek bele a játékba, amit ő elindított. Akkor én elvágtam ezt a kört. És meg fogod látni, ha ezt te megcsinálod, a főnök egy fél óra múlva ma somfordál kedvesebben, mert visszajött a jelzés. Őt is befolyásolod, te ugyanúgy, ahogy ő téged. Mi ezt nem tudjuk, mert nem próbáljuk ki. Mi nem tudjuk azt, hogy a jó sokkal erősebb és jobban terjed bent a belső világunkba, mint a rossz. Mert nem tudjuk kipróbálni. Mert mi a rosszat elfogadjuk azzal, hogy elutasítjuk. Mi a rosszat elfogadjuk és megöleljük azzal, hogy szidjuk. És azt mondjuk, így nem lehet viselkedni. És vele, mikor neki annyi jót tettem, hogy a múlt héten még virágot is adtam neki. Tehát, mivel mi a rosszat rosszul kezeljük, ezért beleessünk a csapdába. A rossznak a csapdájába. És akkor megy az életünk úgy, ahogy nem akarjuk, hogy menjen. Ki a felelős? Én vagyok a felelős. Képzeld el, hogy ezelőtt egy olyan 30 évvel, 35 évvel, én már 44 éve fogorvos vagyok. És ennek a szakmának van egy nagy előnye, hogy sokat keresem. A nagy hátrány az, hogy embereken dolgozom. Azért keresem sokat. Az emberekkel dolgozni és embereken dolgozni, az nem olyan, mint tárgyakon dolgozni. Az ember mindig másképp reagál. Az embernek van egy pszichéje, van egy ördögi cirkulusz körje, amivel él. Bejön hozzád. Ha te nem élsz egy tudatos életet, akkor átveszed neki minden baját. Te tudod, hogy a fogorvos fél a legtöbbet? Ezt én elárulom neked, ezt a titkot. Megszokja a félelmet, de valahol lenyeli. Valahol nem tudja kezelni. Mert mindenki azzal megy hozzá. És az egy feszültség. És azt a feszültséget az át kell élje, aki találkozik azzal. Régi időben nagyon sok olyan paciensem volt, akkoriban, akikkel veszekedtünk. Mindig jöttek ilyen veszekedősök, és összevesztünk. És ez a veszekedés folyt, és mindegy, hogy mi volt, mitől nem történt, de amikor az az ember jött, akkor mindig baj volt. Hát, mit csináltam volna? Nekem is kiakadt a kerék, és én is vissza, meg ő is vissza, és ez így folyt. Volt egy ilyen úr is, akit Mayernek nevezzek, mondjuk. Mayer úrnak volt 6 pár protézise. Minden zsebében volt egy pár fogsor. Nagy kabátjában is, meg a belső zsebében, meg mindenhol. És tőlem is volt egy pár fogsor. És minden 2 hétben eljött, hogy egyet veszek egy ilyen, hogy az ő fogsora rossz. Eddig esküszöm nem volt rossz. Ha az az ember jött, mindig veszekedtünk. Végül elkezdtem meditálni.
az akkoriban volt, és meditációmban ültem otthon reggel 5 órakor. Olyan szép volt. És megjelent Mayer. És elment minden inspirációm, minden örömem, már bal lábbal keltem föl. De ez így nem jó. Mit csináljak? Tudod, ha te tudsz befele csendben lenni, akkor benned mindenre megvan a tökéletes válasz. És te azt nem is kell erőszakolt, az jön. Csak a dínyét meg kell tanuljuk egy kicsit lassabb járatba tenni. De olyan magas fokon pörög. És képzeld el, hogy bennem egy olyan 5 perc múlva jött a válasz. Add vissza a pénzét. Puff. Na, elő is készítettem Mayer úr az összes, amit fizetett, vetettem egy borítékba. Legközelebb alkalommal jött a Mayer úr. Egyet veszekedett, de már nem volt kivel, én már csak mosolyogtam. Persze a titkárnővel veszekedett, az asszisztens, mindenkivel veszekedett. Ő olyan volt. Ő úgy élt. Bejön hozzám, kezdi. Mondom, hát lehet, hogy igaza van erre, már meglepődöm. Én már másképp álltam a dolgok. De anya csak én azt a fogsort. Ideadtam, megfogtam, megfogtam a borítékot. Tudom, nézzenek, itt van a pénz, amit maga nekem fizetett. Már vagy 2 éve öli az idegeimet. Én az egész pénzét visszaadom az utolsó pityingig. Én magának mindent ingyen csináltam, itt marad a fogsora. A visszlátásra. Nézte a kezeimet. Pénz, fogsor, pénz, fogsor, pénz, fogsor. Teljesen ideges lett. Egyszer csak elkapta a kezemet a fogsorra, kitépte a fogsort, elfutott. Ott hagyta a pénzt. Mayer urat azóta se láttam. De képzeld el, hogy elkezdtem meditálni, rájöttem, hogy ezek a Mayerek, mert nem csak egy Mayer volt, sok ember között, ezek a Mayerek elkezdtek megszűnni. Mondom, hú, érdemes egy isteni életet élni, őszinte lenni, meditálni, mert ezeket tőlem már elvette a Jóisten, nem küld ilyeneket. Kellett még meditálni, vagy 3 évet, amíg rájöttem, hogy rengeteg Mayer jár hozzám. De itt se tud veszekedni, mert nincs kivel. Azt mondja, hogy neki az úgy nem tetszik, mondom. Semmi probléma. Hogy tetszik? Hát akkor legyen úgy. Nem így, akkor úgy legyen. Te vagy a felelős. Senki más. És ha veled nem lehet veszekedni, a másik a fejére is állhat. Nem tud benned semmit kiváltani. Mi, emberek, határozzuk meg azt, hogy mi milyen energiával élünk. És ha mi leülünk, és gondolkozunk a rosszokon, és állandóan nézzük a rossz híreket, a rossz dolgokat, azokon mérgelődünk, akkor már kész van nekünk egy olyan, hogy bemész az ABC-be, és már a kasszással is összevesztél, pedig ő csak jót akart. Vagy bárkivel, bárhol. Mert te már azt kiküldöd, és a szerencsétlen nincs, amit csinálja, mert neki is megvan a baja. A 2 baj összekeveredik, és akkor téged támad meg, mert pont te állsz ott evel az energiával. Vagy te támadod őt meg. Ami bent, az kint. És ez egy olyan törvény, amit ha nem veszel figyelembe az életedbe, soha, soha, soha nem leszel boldog. Nem leszel békés, nem leszel sikeres, nem leszel harmóniába, és nem fognak téged szeretni. Ennyi. Ez így van. Ezt senki nem tudja megváltoztatni. Mi azért vagyunk ezen a földön, és ebben a testben, hogy mi ezt megváltoztassuk. A lélek azért születik be a testbe, hogy behozza az isteni békét, a fényt, a szeretetet,
a pozitív energiát az anyagba, és az anyagnak a végtelen tunyaságát megmozgassa, és átváltoztassa. És gondolj csak a testedre, ha nem hiszed, hogy igazam van. Az mindent szeret, ami a gravitációval összefügg. Azon kívül semmit. A fotel is jó, az ágy is jó, a szék is megteszi, csak hagyják békén. Ezt a testet, amit az anya föld adott nekünk, ezt valaki meg kell mozgassa. És valaki belőle többet kell csinálja. Mi pedig magunktól nem akarunk. Mi nem nagyon akarunk a komfortzónánkon kívül élni. Viszont tanácsot bőven tudunk adni mindenkinek. Jaj, drágám, veled az a baj, hogy mióta kórházba voltál, azóta keveset mozogsz. Jó volna minden nap kimegy egy órát sétálni. És nézd meg, már minden sokkal jobb lenne. Erre lehuppan a fotelbe, és onnan mutassa, hogy merre az ajtó, hogy menjen ki sétálni. Ezt tudjuk. Másokat rendezni, abba mesterek vagyunk. De mi magunkat legyőzni? Mi magunkkal valamit megtenni, abban még inasok sem vagyunk. Ez miatt szenvedünk? Emiatt szenvedünk. Mi azt képzeljük, hogy mi azért születtünk ide, azért alapítottunk egy családot, hogy azt mi rendezzük, és nekik megmondjuk, hogy ők mitől boldogok. És hogy megmondjuk, hogy milyennek legyenek, hogy én büszke legyek rájuk. Ő egy más lény. Hiába, hogy a te testedből jött ki, ha az anyja vagy. Az nem a tied. Azt felejtsd el. Ő egy más lélek. Neki más céljai vannak. Más természete van. Más hiányosságai vannak. Más tökéletességei vannak. Minden más. És ha te azt nem engeded el, és csak nézed és szereted, ez szép és jó. És benne nem csak a jót látod, hanem elkezded nézni a hibáit, hogy tökéletesítsd, akkor az életed keserűség. Ameddig fiatal anya vagy, és pelenkázod, és rendezed, addig boldog vagy a gyermekeddel. Mert szolgálod. Ha ezt a szolgálatot megtartanád végig, akkor nem volna semmi probléma. Mikor kakil a pelenkába, abban nem kötsz bele. Mikor már bilire kell ülni, már megjön a vita. Az elvárás, a probléma, mikor felnőtté válik, akkor elvesztettük a játszmát, és a legszebb boldogságot, a szolgálatot, és az anyaságot feldobtad. És ez szinte minden anyának a probléma. Mert mást akarsz, mint amit kaptál. És azért kaptál mást, hogy tudd elfogadni. És erre nem jössz rá. Nem jössz rá arra, hogy mi a társainkat azért kapjuk, hogy a kihívásba belenőjünk, megerősödjünk, és többek legyünk. Mi a társunkat azért kapjuk, hogy tanuljunk. Mit tanuljunk? Meg kell tanuljuk a békét. Miből áll a béke? Az első lépés a békéhez az elfogadás. A helyzet elfogadása. Úgy, ahogy van. Ha elfogadtam a helyzetet, akkor nagyon könnyű minden. Ha elengedem a helyzetet, akkor megtisztul a szeretetem. Ameddig ragaszkodom ahhoz, ami benne jó, és elítélem, ami benne rossz, addig szenvedek. Te vagy a felelős. Senki más. Senki más. Tehát nekünk át kell alakítanunk a világot azáltal, hogy átalakítjuk magunkat. Ha te átalakítod magad,
És te mindig csak egy pozitív, harmonikus belső koncerttel járkálsz a világba, akkor körülötted a világ jobb lesz. Ez garantált. És ehhez még a szádot sem kell kinyisd. Te csak avval kell foglalkozni, ami benned van. Mi viszont megszületünk ide, a két lyukon kilesünk, és a lyukon mindig nézzük, hogy ki mibe nem jó. És miért rossz. És akkor bekapcsol a dínye, és kezd kritizálni. És a kritika az, ami a legnagyobb emberi butaság. Te elfogadod azt, illetve el kell a világ fogadja azt, mert mégiscsak én vagyok, én döntöm el, hogy nekem mi tetszik, és mi nem tetszik. Mi, amit én akarok, és mi, amit én elutasítok. Mert ehhez jogom van. Ugyanakkor a kritikáddal azt mondod, hogy neki nincs joga. Ugyanahhoz, amihez neked jogod van. Hogy jössz te ehhez? Vagy hogy képzeled te ezt? Te a másikat elítéled, mert nem úgy gondolkodik, ahogy te gondolkodol. Nem abban hisz, amiben te hiszel. Az ellenkezőjét csinálja. A hülye. De vajon akkor ő a hülye, vagy én? Mert én az ellenkezőjét csinálom, mint amit ő. Gondold meg! Nem mindegy neked. Ha neked jogod van, neki is joga kell legyen. A másik nagy problémát ebben az egészben az emberi memóriát, az értelem. Mi sajnos nem tudunk felejteni. Tanulni könnyebben tudunk, mint felejteni. Mivel mi nem felejtünk, ezért a múltban élünk. És a múltat sajnáljuk. És azon mérgelődünk, bosszankodunk, szemrehányunk, mindent teszünk. Saját magunknak is, meg másoknak is. Ez a butaságnak a Himalája csúcsa. Te a múltat, a bosszankodásoddal hányszor tudtad megváltoztatni? Soha. Tavalyi hóból nem készítesz hóembert. Ami elmúlt, az kész. Az a hatáskörödön kívül van. Akkor miért rágod magad? Amikor te rosszul döntöttél, amilyen most magadat szidod, akkor a helyzet olyan volt, hogy nem tudtál másképp dönteni. Az, hogy benned vágyak voltak, vagy rossz ítélet volt, az egy más kérdés. De abban a helyzetben nem tudtál. Te utólag jöttél rá, hogy nem jól döntöttél. Tehát kell örülj, szereztél egy tapasztalatot. És ha te pozitívan állsz hozzá, hogy szuper, szereztem egy tapasztalatot, az élet arról szól, hogy itt a bébikorunktól a koporsóig tapasztalatokat gyűjtünk. Ezeket a tapasztalatokat bent a belső memória, a lélek, elraktározza mindent. Ezt nagyon jól látjuk hipnózisban, ezt mutatják a tudósok, meg minden. Máma az agykutatók már azt mondják, a memória nem az agyban van. Hogy hol van, nem tudjuk. Hát én tudom, ott van a lélekben. Ezt hipnózisban tökéletesen bizonyítható minden egyes ember esetében. Tehát ezt a tapasztalatgyűjtés maga az élet. Te a tapasztalatot nem tapasztalatnak fogod fel, hanem kudarcnak. Te nem arra használod, hogy ezután hogy éljek, és mire vigyázzok, hanem mind mérgelődjek, és mitől őszüljek meg bánatomba. Mint ahogy én jártam. Nem látod, mert levágtam rövidre, hogy hidd az, hogy fiatal vagyok. De ez
nem jó módszer. A múltat rágni, a múltat mérgelődni, a múltat bosszankodni, semmiféle okosság benne nincs. És képzeld el, hogy az összes ráncod, meg a szomorú arcod, ez mind attól van, a múlttól. Mert hagyod, hogy te magad veszed a múltat, a múltnak az ekéjét, és ide barázdákot vágsz bele, hogy mind rosszabbul nézze ki. Ahelyett, hogy minden nap mosolyognak. Minden nap örül. Ma egy új nap van. Új nap, új élet, új esély. Minden új. Mától kezdve csak jobb lábbal keltem fel, mindig. Mától kezdve mindenkiben csak azt az egy jót látom, ami jó. És mindenkiben csak a jót gondolom. És nézd meg, hogy a múlt nem tud rád hatni. A múltnak nincs hatása rád. A múlt nem egy erő. Meg kell változtassuk az életünket. Hogy az életünket megváltoztassuk, ahhoz el kell kezdjünk foglalkozni magunkkal. Vagyis kell figyeljük önmagunkat, és nem mindig másokat, hogy másnak miért divatosabb a ruhája, meg így, meg úgy, meg amúgy, meg ez, meg azt mondta, és akkor irigylésre méltó. Mert ő jól néz ki, meg gazdag, meg szeret dolgozni. Hát ez szörnyű. Irigylésre méltó, ezt ki kéne törülni egyébként a szótárból. Tudod mit, ha valakire azt mondtad, irigylésre méltó, és ezt te így kimondtad és elfogadtad, te magadat lezártad az esélytől arra, hogy ez neked meglegyen, ami neki van. Mert az irigylés egy önmarcangoló, önkábító erő, ami az embert zsugorítja. Olyan leszel, mint a töpörtyű. Kimegy belőled a zsír. Kimegy belőled az életerő. És leválasztod magad a másiktól, ő maradott fent, te meg itt alulról irigyled. Ha valakit úgy látsz, hogy neki több van, és az szuper, és az tényleg régi nyelvet szerint irigylésre méltó, akkor mától kezdve azt mondod, ez utánzásra méltó. Ez utánzásra. Evel rögtön kinyílik neked egy kapu. Hé, utánzásra méltó. Utánozni én is tudok. Mióta megszülettünk bébi korunktól, mindig a világot csak utánozzuk. Mi utánozó majmok vagyunk. Abból lettünk, akik vagyunk. Megtanultuk. Sajnos mindig rosszal álltunk szembe, és ezért utánozzuk a rosszat. De ez nem jelenti azt, hogy életünk végéig muszáj ebbe maradjunk. Mi utánozhatjuk a jót is. Ne irigyeljük. Nekünk meg lehet fordítani az életünket. Erre van a szabad akarat. Szabad akarat nagyon korlátozott. De sajnos azt megengedi, hogy a rossz felé menj. Teljes egészében. Isten nem törődik avval, hogy te embereket ölsz, vagy bankokat rabolsz, vagy börtönbe kerülsz, vagy akármi. Neki nyúlsz. Neki millió ideje van kivárni, hogy te rájöjj, hogy ez így nem jó. És szabad akaratodból feléje fordulj. Isten nem kényszerít senkit arra, hogy jó legyen. Csak te kényszerítesz másokat, hogy jók legyenek. És ez a te hibád. Ez egy istentelen magatartás. Az isteni magatartás az, hogy az embereket elfogadom olyannak, amilyenek, és jót kívánok nekik. Szeretet teljesen jót kívánok, egy pozitív üzenet. Hé, fordulj a jó felé. És szeresd. Az embereket, ha nem szereted, hiába szereted Isten. Nem érsz vele semmit. Te beülhetsz a templomba, viszed a virágot, meg a persébe bedobod a pénzecskédet, meg Isten, jaj,
te magasságos, drága Uram, én olyan alázattal vagyok irántad, utána kimész, és szidod a másikat. Nem értél semmit? Miért? Szerinted hol van Isten ezen a bolygón? A két lábon járó emberekbe. A két lábon járó emlős állatokba költözött Isten? És ha te bennük nem tudod megmutatni a tiszteletet, az alázatosságot, a szeretetet, akkor nincs esélyed. Én szerintem, aki egy jó ember, aki minden embernek jót kíván, és ateista, az teljesen nyugodt. Az direkt Istenhez megy. Ha tudja, ha nem tudja. Ha elfogadja Istent, ha nem fogadja el Istent. Itt nem arról van szó, hogy én mit vallok, itt arról van szó, hogy én mit teszek. Erről szól az élet. És hogy te boldog légy, hogy te egészséges légy, most a testi egészségről beszélek, neked isteni módon kell viselkedni. Mert ami bent, az kint. És ami neked belül van, a gondolat és érzésvilágodban, az van a testeden. És ne csodálkozz, hogy kell menj a bőrgyógyászhoz, a bőr a lélek tükre, és ne csodálkozz, hogy orvosokhoz kell menj. Ha te mindig féltékeny vagy, ha mindig félsz, ha mindig elítélsz, ha mindig valami miatt aggódsz és feszült vagy, normális, hogy beteg leszel. Az egész lény egy. Nincs külön test és lélek. Itt most egy darabba vannak ketten. És amit te ott belül folytogatod, az kívül folytódik, és megfojtod a saját tested. Ez így van mindennel. Amit beviszel a testedbe, legyen az gondolat vagy táplálék formájába. Amit te bent megemésztesz, legyen az a táplálék, vagy a gondolataid és érzéseid, azoknak a terméke fogja a te testedet uralni. És olyan lesz az anyagcseréd. Belül is, meg kívül is. Mi mindig szeretnénk valami többet. Ez azért van, mert bennünk a lélek. Mi természet fölötti erők után vágyakozunk. Mindenki kíváncsi a csodákra, meg a kézrátevés, meg mindenféle butaságra. Miért? Mert a lélekben minden benne van. És azt akarnánk kiengedni magunkból. De nem tudjuk, mert nem vagyunk belül tiszták. És ezért nem jön ki. Te természet fölötti erőkhöz nem juthatsz mindaddig, amíg a te alacsonyabb, gonosz természetedet nem győzted le, beleértve a testnek a tunyaságát is. Amíg nem mentél te a saját természeted fölé, addig te nem uralod a mások természetét, sem a természeti erőket. Mit gondolsz a szentek, a jógik, akik körül csodák történnek, vagy történtek, és ma is történnek? Ők nem azért teszik, mert az egy természet fölötti dolami. Az a természetes, és az a természet benned is ott van. A természet fölötti nem más, mint a meg nem tapasztalt természet. Ez így van. Te már egy természet fölötti lény vagy. Gondold el, a lélek ebbe a testbe született, és hozott magával különböző lényeket. Csak a gondolkodást, csak az értelmet, ha megnézed, az egy nem látható eszköz, amivel te csodákat tehetsz. De rombolhatsz is. Hogy te vele mit kezdel, azt megint neked megengedték szabad akaratnak. Ez már csoda. Az ember megmutatta, hogy ő mekkora csoda. Nézd meg! Hogy tanítsa az ember Istent, még ezt rosszabbul is lehet csinálni. Még több embert meg lehet ölni, még gonoszabbul meg lehet csinálni.
még nagyobbat lehet csalni, lopni, ölni, elnyomni. Ezeket nem azért kaptuk, hogy ezt csináljuk vele, hanem másért. De az ember szabad akaratából teheti. Isten nem érdekli, hogy meddig mész lefele. Isten csak akkor boldog, ha fölfele mész. De neki ideje van kivárni. Nekünk ebbe a testbe rövidebb az időnk. Viszont a mennyországot sokkal szebb volna a halál előtt megtapasztalni, mint a halál után. És ez volna az igazi. Ennek pedig egy útja van, és megvan az útja. Belső tisztaság. A belső tisztaság, ami minket fölfele visz. Ami bent, az kint. Ha nem hiszed el, hogy ez a vízhang működik, és ami zenét te kiadsz, arra az emberek reagálnak, én azt neked be tudom bizonyítani. Illetve te magadnak tudod bebizonyítani. Itt van ez a könyv, Sós Navigátor, ebben van egy 7 hetes gyakorlat. Minden nap 7-szer el kell mondj valamit, minden napra más és mást, amit beviszel a fejed programjában. Ez a program azt fogja csinálni, hogy egy pár nap után már valamit akarsz tenni vagy gondolni, és megállíts, azt mondja, hé, most nem erről van szó. Most te nem ezt csinálod. Az értelem nem hülye. Át lehet gyorsan nevelni. Pár hét után azt fogod észrevenni, ahogyha ezt te következetesen csinálod, hogy az emberek veled mások lettek, kedvesek, megváltoztak. Azok is, akik eddig nem voltak kedvesek hozzád. Régi ellenségek jönnek és barátkoznak, és mindenki veled jó. Ez nem más, mint a vízhang arra, amit magadba csinálsz. Ha nincs neked 7 hét időd az életedbe, vagy 7 hétig nem akarsz várni, ezt megpróbálhatod egy nap alatt köl nélkül is. Máma, kimész innen, mától hónap estig mindenkinek kívánj egy jó dolgot. Minden egyes embernek, akit meglátsz úton, útfélen, szemből, hátulról, mindegy. De feltétel nélkül, ha olyan embert látsz még, akit nem bírsz, annak is jót kívánsz. Mindenkinek jót kívánsz. És ezt ha erőszakkal teszed is, az eredmény ott lesz. Te egy nap után azt fogod érezni, hogy hú, én nem bírok az örömtől. Én életemben ilyen boldog nem voltam. És ez megtörténik. És nem csak ez történik meg, hanem állandóan, mint kedves emberekkel találkozol. Olyan egyszerű, ami bent, az kint. És ez működik. De amilyen egyszerű, olyan nehéz. Mert mi úgy megszoktuk, hogy mi a rosszat nézzük, mi úgy megszoktuk, hogy másokat elítéljünk, hogy hihetetlen. Mi abból egyszerűen nem akarunk kimenni. Mert abban már jól megvagyunk. Nekünk már az a kényelmes zónánk, hogy másokat elítélj. Hogy az eredmény ránk mi, az nem számít. A gonosz és a rossz magát a halálba viszi, az őt nem érdekli. A lényeg az, hogy minél többet vigyen magával. És a benned lévő rossz is, a kritika, a rossznak a nézése, a rossz gondolkodás, az sem érdekli, hogy te beteg leszel tőle, vagy nem. Csak hogy győzzön. A rossz mindig harcol azért, hogy valaki jóban váljon. De ha te még kipróbálod, és rájössz erre, akkor borzasztó egyszerű lesz az élet. Mert akkor mostantól kezdve csak meg kell harcolj azért, hogy a bennem lévő negatívak megszűnjenek. Hogy én tudjam élni a jót.
és tudjak jól gondolkozni, és jót gondolni, akkor is, ha rosszat látok. Mi meg kell tanuljunk a rosszal bánni. Mi meg kell tanuljuk azt, hogy a rossz valójában nem rossz. A rossz ugyanúgy rajtad is, te sem vagy egy rossz ember, és mennyi rosszat gondolsz? Ő sem egy rossz ember. Mennyi rosszat gondol? És mondd is. Ami benne van a mélységbe, ezen a hangzavaron túl, az mindenkibe jó. Az ember jónak születik. Csak elrontja a felületen a játékot. De ha megtanuljuk ezt, attól kezdve minden megváltozik az élet. Minden. És ez érinti az életünkbe minden, de minden területet. Mindegy, hogy miről van szó. Legyen szakmáról szó, vagy legyen bármi másról szó. Nekünk meg kell teremteni a békét. Tudod, hogy benned is, mint szinte minden emberbe, vagy minden emberbe, a béke hiánya a legnagyobb vitamin hiány. A többi mind nem számít. És mivel te nem tudsz békében élni önmagaddal, a világgal, ezért nem tudod a jót élni. És mivel nem tudsz békében élni, ezért nem tudsz boldog lenni. Szeretnék boldog lenni, de ott van a Jancsi, aki bosszant. Ott van a gyerek, aki megint hülyeséget csinált. Vagy ott a főnököm, és így tovább. Nincs egy olyan békém, hogy csend legyen bennem. Mi a béke? Én megmondom, mi a béke. A béke nem más, mint az isteni akarat elfogadása. Minden, ami rajtad kívül van, minden, ami veled történik, az azért történik, mert itt megvan egy színdarab írva, egy forgatókönyv. Ez a forgatókönyv a teremtőjé. Ebben részt vesz a te lelked, és részt vesz a te. És mivel mi nem tudjuk a szerepet elfogadni, amit az játszik, amit én játszok, amit a másik játszik, ezért nincs béke bennünk. Ha elfogadod Isten akaratát, hogy ez az ő akaratát, ami megtörtént, az megtörtént. És hogyha nekem ahhoz már semmiféle lehetőségem nincs, hatáskörömben nem esik változtatni, akkor el kell fogadjam. Ha a hatáskörömben van, hogy tudok változtatni rajta, akkor megpróbálom jóvá tenni, vagy jobbá tenni. De amit nem tudok elfogadni, ott csak egy van. Uram, legyen meg a te akaratod. És a Uram, legyen meg a te akaratod, ha az egy élet elvé válna az embernek, amit valaki 2000 évvel ezelőtt tanított, akkor az emberiség boldog és békés lenne. De az emberiség nem akarta tőle megtanulni. És szenved. És te nem muszáj ezt a játékot csinálni. Nem muszáj, egy csordával menj. Azt mondják, aki a csordát követi, az nem éri el soha a célját. Nem muszáj, te normális légy. Normális emberek mind a rosszra rosszul reagálnak. Én nem vagyok normális. Apám, mikor egy előadásomat hallotta, azt mondta, mondtam, te mit szólsz hozzá, mert anyámnak nagyon tetszett. Mondtam az öreg székelynek, te mit szólsz hozzá? Hát tudod, egy bolond százat csinál. Na, hagyd magad a 100 közül egyé válni. Légy te is nem normális. Ne hagyd magad a normálisoktól befolyás. Mert nem lesz jó vége. És nincs is jó vége, és látod. Az mind csak rossz felé megy, és mind rosszabb, és rosszabb felé megy.
isteni akaratnak az elfogadása, és Uram, legyen meg a te akaratod, az on áll és bukkik a béke. Ha te nem hiszel Istenbe, semmi probléma. A sorsba hiszel, mert csapkod téged jobbról, rugód hátulról, előről, mindenhonnan. Legyen meg a sors akarata. Ugyanaz, mint az Isten. Van, aki a sorsban hisz, van, aki Istenben hisz. Aki a sorsban hisz, az a véletlenben hisz. Hát a véletlen örökké úgy hozta, hogy pekjem volt. Vagy szerencsém volt. Aki pedig az Istenben hisz, azt mondja, hogy a sors mögött van egy intelligens lény. Van egy intelligencia, aki beossza, és azt mondja, ezzel lesz kell történjen, hogy ő oda menjen, és oda fejlődjön, ahol van. És ha te az életedet megnézed, és megnézed a sorsodat, amik veled történtek, és most a helyzetet, amiben vagy, azt mondod, hú, ezt abból tanultam, hogy az történt. Én azért vagyok így, és gondolkodom így, mert velem azok történtek. Ha te ezt elhiszed, hogy ez csak a véletlennek a játék, akkor a te hited sokkal nagyobb, mint a római pápái. A te hited sokkal nagyobb, mint az Isten hívőké. Sokkal nehezebb elhinni, hogy mindent a véletlen rendez, mint hogy emögött, a játék mögött ennyi véletlen legyen, hogy minden véletlenül úgy legyen. Az egész teremtmény, és ez a bolygó csupa véletlenekből van. Képzeld el, hogy mindenféle szám és rendszer, kezdve a szénatomnak az adataitól, a nitrogénig és minden elemig, ha csak egy század mikronnal eltérne, ez az élet nem volna a Földön. De véletlenül minden úgy lett. Tiszta véletlenből minden úgy van, hogy mi itt állunk. Tiszta véletlen. És minden véletlen. Ők szerintük. Már a fizikusok jobb Isten hívők, mint a nyakas ateisták. Mert már a fizikusok rájöttek, hogy anyag nincs, csak energia van. És ez az energiának a játéka, amiben mi vagyunk. És a te életed semmi más, mint energiáknak a játéka. És ezt az energiajátékot te befolyásolhatod. Megvan hozzá egy szabad akaratod. Megvan hozzá egy energiád. És ezt az energiát, ha befolyásolod, az energiára az energia válaszol. És amilyet te kiküldesz, olyan a válasz. Ha én ököllel ebbe a falba csapok, akkor el is törhetem a kezem. Ha jó erős vagyok, azt mondja a fal, ez a te energiád. Minden így működik. A rossz gondolataidat, mikor kilökted, akkor azok visszaütnek. Hogy máma, vagy egy hét múlva, mindegy, az nem veszel, az a tied marad. És az érzéseid ugyanúgy. És azok még durvább energiák, mint a gondolat. Mert minél finomabb a sík, annál nagyobb a hatás. Ezt látjuk a fejlődésből, az emberiség fejlődésből. És ez az evolúció, hogy mi ide jutottunk, és tiszta véletlenül annak a majomnak az agya átformálódott, és a véletlenek úgy összejöttek, hogy egy ember lett belőle. Ha ebbe tudsz hinni, semmi probléma, akkor fogadd el a sors akaratát. De a természet semmi más, mint Istennek a végrehajtó ereje. És Istennek a végrehajtó ereje tett minket emberé, és tesz minket ember fölöttivé. A mai ember fölöttivé, ami az Istené. És az bennünk már készen megvan. Ahogy a majomba készen megvolt az ember, és ebben a bolygóban, amikor még csak szikla volt itt, és izzó valami, akkor is minden megvolt benne. És akkor, ha megnézted volna ezt a bolygót, azt mondtad volna, ez lehetetlen.
hogy itt élet legyen, az lehetetlen, hogy itt egy gondolkodó lény legyen, aki a két kezével átalakítja az anyagot, aki a gondolataival a testét átalakítja, és befolyásolja, és betegé teszi, vagy megöli. Itt van. Itt vagyunk mindjárt. Hány ember hal meg abba, amit magának megszerez? Csak gondolatokkal. Kérem, van egy kedves kolléganő, aki 16 éves korában gyönyörű mellei voltak, gyönyörű szép teste volt, és hallotta, hogy ha valaki merrákos, levágják a mellét. És minden reggel a tükörben nézte magát, Uram Isten, csak nehogy merrákos legyek. Olyan kitartóan tudott félni ettől minden nap, hogy 30 év múlva levágták neki a melleit. Ez nem más adja neked, ezt te szerzed meg. És minden mögött te vagy a felelős. Nekünk le kellene ülni minden nap, és egy pár percet csendben lenni, és magunkban leltár készíteni, hogy mind bosszankodom. Érdemes azon bosszankodni? Érdemes odaadnom az egészségemet, a békémet, a lelkemet a fertőnek, a mocsoknak? Vagy engedjem el, és bocsássak meg mindenkinek, és szeressek, és kívánjak jót? És nézd meg, milyen érdekes az emberi élet, és mégsem jövünk rá. Amikor te annak ellenére, hogy valaki nem érdemli meg, jót teszel vele, és teszel neki jót, pedig a rosszat kéne tegyed, utána mekkora szabadság és boldogság érzés van az emberbe. Tehát maga az emberi lény belül nem normális, ha az értelem normális. Nekünk az értelmet le kell győzni. Nekünk nem szabad az értelemre hallgatni, hogy szemet szemért és fogad fogért. Mert abba elkárhózunk. A pokol nem a halálon túl van. A pokol itt van, amit te most élsz. Önkéntesen. A mennyország itt van, ami neked készen áll és vár. Csak be kéne sétálj oda. De ez belül van. Nem kívül. És aztán, ami belül, az kívül. És ha besétáltál, és belül megtapasztaltad, kívül is az lesz. Nekem olyan csodás életem van. Ma reggel felébredtem, 5 óra felé volt az idő, nagyon későn feküdtem az est, álmos vagyok. Fölébredek, elkezdtem meditálni. Én, ha meditálok, én azt érzem, hogy körülöttem van a Mesterem, veheted Jézust, veheted Istent, bárkit. És én abba az ő erejébe, itt csendbe vagyok. Semmi más. Mikor eltelt egy fél óra, eltelt egy óra, akkor felugrottam, elkezdtem birkózni a kutyámmal, 50 kilós kutyám. Gyere, menjünk sétálni. És én olyan boldog vagyok. És én akárkit látok. És akkor reggel jöttek az álmos emberek, szombat reggel is kell menni dolgozni. De szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Volt, aki nem is válaszolt. Na, látunk egy hülyét. Ami bent, az kint. De neki jobb napja van, máma. Én azt tudom. Ő nem tudja, mitől. Csak attól, hogy találkozott velem. Ezt te is megteheted akárkivel. És tedd meg másokkal. De ahhoz te kell légy a boldog, hogy tőled más boldog legyen. Nem te kell elvárt, hogy téged boldogsággal kiszolgáljanak. Te elő kell vedd a benti boldogságot, és kiszolgáld a világot. Mi azért születtünk, emberek, hogy mi szolgáljunk. Tudod, hogy mi azért születtünk?
Mi nem azért születtünk, amit mi elképzelünk. Mindenki azt szeretne, olyan gazdag, hogy legyen szolgám, sofőröm, meg minden, meg az, meg az. Az mind lehet, de boldogságot biztos nem lesz. Nem lehet. Mert az ember nem azért van. A nagyság nem hoz boldogságot. Csak a jóság. És a szolgálat. Mi azért vagyunk, hogy szolgáljunk. Szolgálj egy mosolya, szolgálj egy kedvessége, fokúzása. Az is egy szolgálat. Attól függ, hogy csinál? Nálam az emberek nem félnek. Bejön. 10 éve nem voltam fogorvosnál, doktor. Csak azért jöttem magához, mert olvastam, és hallottam, hogy altatásba dolgozik. Én narkózisba akarok mindent, ne is lássam, hogy hozzám nyúl. Hát meg szabad nézzem a száját. Mit csinál? Hát csak a tükörre. Na jó. De már remegy. Iszod? Vannak ilyen pánikusan félem. Mondom, oké, hát akkor így, meg úgy, jó, csináljunk egy narkózist. Elaltatjuk, mire fölébred, minden el van rendezve. Így tovább, és így, és úgy. Eltelik egy 5 perc, megmondom, mi mennyibe kerül, minden. Doktor, maga fogja nekem csinálni? Igen. Tudja mit? Nekem nem kell az a narkózis, egyszer próbáljuk meg magával. Mikor másodszor jön, hogy mi történik, én azt hiszem, hogy ez egy belső dolog. Ez nem egy külső dolog. Én az ő félelmét lenyelem. Vagy belemegyek, nekem az nem számít. Én nem tudok félni. Nekem nincs mitől féljek. Mitől féljek? Féljek a szívinfarktustól? Isten akaratát én elfogadom. Azt mondja, hogy Gunagri, most itt helybe elmész. Oké. Én tudom, hogy hova megyek. Azt is, hogy jövök. Én mindent békével veszek. Mitől féljek? Én emberektől aztán pláne nem félek. Bár ha azoktól kell félni, nem az oroszlánoktól, azok nincsenek errefelé. De mi nem bánunk jól egymással. Mi nem akarjuk szolgálni a másikat. Én mindenben beleegyezem, amit a másik akar. Mikor mindenben beleegyeztem, akkor egyből mást akar. Akkor abba is beleegyezem. Hát mondd meg nekem, mibe kerül? Van neked egy büszkeséged? Az téged megöl. És van egy büszkeséged, az a családodot megöli. És van egy büszkeséged, és az a testedet is meg fogja ölni. És van egy büszkeséged, és az nem enged téged boldognak lenni. Mert nem engedi, hogy kitárulj. A büszkeséged nem engedi, hogy a kezedet így nyújts ki. Csak így. Jó napot. Bezárod magadat. Bezárod magad? Nekünk mindent oda kell adni. Mikor mindent odaadsz, és valóban odaadsz, akkor rájössz, hogy hú, valami folyik rajtad. Ez olyan, mint a gazdag, s a szegény ember. Anna, én, mint fogorvos, sok pénzt kerestem. Olyan 30 valamennyi éves voltam, mielőtt kezdtem meditálni, amikor rájöttem, hogy nekem sok pénzem van, és szegény vagyok. És ez egy akkora felismerés volt, mert én tudatilag megőriztem a szegénységet, amit a családból hoztam, a szüleimtől, ahol születtem, és én mindig féltem, hogy elveszítem a pénzem, hogy szegény vagyok, hogy mind. És hiába van pénzed, ha szegény vagy. Belül, ami van, az jön kívül. Erre elkezdtem, hogy több pénzem legyen, pénzemből, és megpróbáltam a pénzt ugye szaporítani.
Jöttek a befektető tanácsadók, elvitték a pénzemet. Nem kaptam vissza semmit. Elfogyott minden. Ezt az életem folyamán megcsináltam, vagy háromszor. Mindig újra kezdtem, előről. Én a hülye nem jöttem rá, hogy hát én, ha szegény vagyok bent, azt létrehozom kint is. Mióta most nem érdekel, és mindent odaadok, és a pénzben, tudod mi a pénzben a legnagyobb öröm? Mikor kiadod? Hát mikor örülsz a pénznek? Amíg ott a dobozba gyűjtögeted, a párna alatt számolod, az csak félelmet kelt. Mikor tör rám valaki is lopja el? Vagy mindenféle? Mikor elengedted, akkor jön hozzád. Nekem mindig több pénzem van, mint kell. Nekem mindig kevesebb volt, mint amennyi kellett. Mindig több volt a vágyam, mint amennyi pénzem volt. Mám a vágyaim zsugorodnak, nincsenek. A pénz ömlik. Hát akkor kiadom. És azzal jó vagyok. Ez nem csak a pénzre vonatkozik, ez a szeretetedre vonatkozik. A szeretetedre, a kedvességedre. Mi emberek úgy sporolunk a kedvességünkkel, mintha az az életünket venné el. Ha a kedvességedet elengeded folyni, nézd meg, hogy mi jön vissza hozzád. Az hihetetlen. De mi mindig megnézzük, hol lehet nemet mondani, hogy ne segítsünk. Mi nem jól csináljuk ezt az egészet. Én nem azt mondom, ez a normális, amit én csinálok. De ez az egyetlen út ahhoz, hogy boldog légy. Ők legyenek normálisok, én boldog vagyok. Ez így működik. Te is választhatsz. Vagy igazságharcos leszel, igazságtevő leszel, neveled az embereket, és boldogtalan sorsban néz, vagy pedig nem élsz normálisan, és boldog vagy. Csak rajtad múlik. Na, jó sokat beszéltem. Kérlek, ide gyertek. Tudatosság, önellemzés, önmegfigyelés mellé kell a csend. Meg kell tanulni csendbe lenni. A csend a legjobb tanácsadó. A csend az, ami tudja, hogy neked mi kell. Mi a gondolkodásunkkal nem ezt hisszük. Mi azt hisszük, hogy mindent mi tudunk kigondolni. És mi mindig olyan labirintosokat gondolunk ki, hogy a céltól egyre távolodunk. Ha csendben vagyunk, csak az tud nekünk segíteni. A csendet megtanulni, úgy is hívják, hogy meditáció. Tulajdonképpen, hogy csendnek nevezed, csend művészetnek vagy meditációnak egy és ugyanaz. Te le kell ülj, kikapcsold a kütyüket, a telefont, a kapucsengőt, a mindent, és azt mondod, én most magamnak vagyok, és senki másnak. És akkor tedd ide a kezed a szívedre, és oda érezd be, és légy csendbe. És ha már gondolkodnod kell, mert még nem tudsz gondolatok nélkül csak csendben lenni, akkor gondolj a jóra. De soha nem másokra. Ha lehet, ha hiszel Istenbe, akkor gondolj Istenre. Ha nem, inkább gondolj magadra, mint gyermek. Mint vidám kisgyermek. Ha mint vidám kisgyermekre gondolsz, egy születésnapodra, egy olyanra, amikor minden oké volt, és te boldog voltál, és rohantál, és azt átéled, neked azok a percek többet adnak, mint akármilyen tanfolyam, ahol fizettél 100 000-eket. Az életedben neked ez milliószor többet hoz.
Ezt én garantálom.